Heti napló exkluzív. Mi van Kertész Ágnessel? Havonta több százan kérdezik ezt tőlünk. Börtönben van még? Vagy kegyelmet kapott? A nő, aki sokak szerint ártatlanul ült börtönben, csak a heti naplónak beszél. Miért engedtek ki a magyar börtönökből csaknem 1000 embercsempészt? Miért eresztette őket szélnek Magyarország kormánya? András a stúdióban a szakértőt kérdezi. Szavazzanak! Ön szerint helyes döntés volt kiengedni a börtönökből a külföldi embercsempészeket? Esélytelen az ellenzék az időközi választásokon. Szinte mindenhol a kormánypártok tarolnak. Mit kezd az ellenzék a továbbra is meglévő összefogáskényszerrel? A Fidesz által támogatott Kammerer Zoltán gödön nyert nagyot, az akkumulátorgyárak miatti közhangulat ellenére is. Vajon miért hagyta ott stábunkat az Olimpikon élete első polgármesteri interjúja közben? Teljesítettük két kisgyerek nagy álmát. Levi és Zalán az ATV stúdiójában jártak. Levi autista, Zalán a fejlesztéseknek és édesanyjának köszönhetően már nem az. Kipróbálhatták, milyen műsort vezetni, és a kedvenc műsorvezetőikkel is találkoztak. Változtak. Az üdvhadsereg önkéntesének állt Zsidró Tamás mesterfodrász és csapata, hogy megszépítsék a legszegényebbeket. Magányos, fedél nélküli nyugdíjasok, a lakásmaffia áldozatai, volt állami gondozottak kaptak önbizalmat és csodálatos megújulást a heti napló kamerája előtt. Heti napló Sábi Andrással és 20 perccel hosszabban. Vasárnap este 7-kor csak az ATV-n.